sütőtök szezon szeptember végétől november végéig tart. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, hiszen számos vitamin és ásványi anyag található ebben a különleges gyümölcsben, emellett pedig tökéletes díszelem is lehet. Fóris Kingától mindkét felhasználási formához kapunk ötleteket, és mielőtt az incsiklandó tökös menüsort szemügyre vennénk, az is kiderül, hogy milyen tököt érdemes választani a faragáshoz. Általában a barátaim szoktak telefonálni a piacról, hogy milyen tököt vegyek. Mindig szoktam mondani, hogy olyan tököt vegyél, amiben ha bele hozzáérsz, inkább az aljába szoktam ajánlani, belemegy egy kicsit a körmöd, akkor az faragható. A tökfajták közül több is alkalmas faragásra, valamint az általunk választott technika is meghatározó. Hogyha időtállót kell legyen, akkor mindenképp felszíni faragást ajánlok. A felszíni faragásban is van olyan típusú, aminek ez a belső héja megmarad, viszont bennebb faragjuk, és a belső részét is jobban kikaparjuk, hogy legyen egy vékony réteg, ami majd átjut a fény belülről. Ezek egy kicsit időállóbbak, mint azok, amelyek teljes mértékében ki van faragva lyukas, azok hamarabb tönkre mennek. A tökfaragás hagyományának továbbéltetése érdekében a marosugrai Haller kastélyban minden évben faragó délutánokat tartanak a gyerekeknek. Kinga eközben tud igazán kikapcsolódni, kreatív ötleteit pedig a tökfaragás mellett a gasztronómia területén is tudja kamatoztatni. Stábunk látogatásakor is egy egész menüsorral készült, amelynek fő eleme természetesen a sütőtök. Egy kacsapite, belül kacsahús van tökkel, és sós pitének van elkészítve, ezt melegen tálaljuk hollandi mártással, és gránátalmát szórunk melléje. Egyszerűen a fanyarkás íze, meg a zaftos kacsa hús, az így a magokkal, a savarkás magokkal nagyon kiegyensúlyozott, és akkor így egy egyszerű előételnek, ami után követ egy leves és egy főétel ízletes lehet. A következő bevezető fogás egy sajtos, húsos tányér pürével, amelyet bepácolt nyers cukkini díszít. Ropogós elemként tökből vékonyra vágott chipsz kerül a tetejére. Ezek után húslével készült, narancsal ízesített tökrémleves következik, amelyet szintén ropogós elemekkel dobunk fel. Főételként tökből és háromfajta sajtból készült pitét tálal Kinga, amely tökpüré, sült cukkini és rozé kacsamell társaságában díszeleg a tányéron. Melléje saláta kerül zöldségekkel, sajttal, gránátalmával, vegyes magvakkal és ehető virágokkal. Vegetáriánus változatban ugyanakkor a tököt készíthetjük laskával, tofúval, spenótlevelekkel és magvakkal keverve, vagy desszertnek almás tökös piteként, túrokrémes mákos süteményként, és még sorolhatnánk. Igazából naturformában kell ezt megismerni, és utána próbálkozni azzal az ízzel, amit szeretnek. Nagyon sok szülő panaszkodik arra, hogy a gyerekem nem eszik ezt, nem eszik azt. Próbáljanak az ételeket úgy párosítani, amit szeret a gyerek. Nem muszáj beleerőltetni ezeket a nem szeretem dolgokat, amit szeretnek olyan formában, amiben szeretik, chipsnek, pürének, levesnek, lehet nagyon merészeket is gondolni, akár egy sima zöldséglevesben ezeket a vitaminokat belevinni kockátum formátumban, ha megeszi a gyerek a levest, vagy ugyanúgy, ahogy mondtam, pudinggal lehet keverni, rétegelni, ha a gyerek pudingot eszik. Ha a chipset, krumpli chipset szereti, akkor megcsináljuk chips formában. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a tökmagról sem, hiszen ezt is felhasználhatjuk az incsiklandó fogások elkészítésében. Például a tökmagból készült olaj nem csak ízletesebbé varázsolja a salátát, hanem nagyon egészséges is. Ha pedig azt szeretnénk, hogy az ételekben felhasznált tökmagnak minél intenzívebb legyen a hatása, akkor fogadjuk meg Kinga tanácsát, és használat előtt frissen pirítsuk meg. Igazából ez a terméknek, meg a szakmának
a varázsa, hogy határtalan az elképzelés ebből. Egy olyan termék ez a tök, ami egészséges, sokan szeretik, hál' Istennek, és egy különleges, nem esszük egész évben, hanem egy szezonális dologként működik, és erre van egy jól kiformált klientúra, akit nagyon szívesen várunk bármikor.